Okos parcellakő a kisvárdai temetőben. A jelzőkövet dr. Béres József Széchenyi díjas feltaláló születésének 104. évfordulója alkalmából helyezte el a Nemzeti Örökség Intézete. A kőbevésett QR kód segítségével az intézet honlapján nem csak a kutató életútja található meg, hanem virtuálisan valamennyi a Nemzeti Sírkert védettségi kategóriába sorolt sírhely fellelhető. 2 évvel ezelőtt tavasztal kezdtük el azt a csodálatos és méltó magyar történelmi személyiségeknek emléket állító folyamatot, hogy megjelöljük azt a 700 temetkezési helyet az országban, ahol az a körülbelül 6300 államilag védett történelmi sír található, ahol a nagyjaink, az országért különösen sokat tevők nyugszanak. És 2022. márciusában kezd helyen, a Szent Miklós temetőben kezdtük, és ma eljutottunk ide Kisvárdára is, körülbelül a 40-néhányadik ilyen parcella követ helyezzük el, és ennek a folyamatnak tulajdonképpen gyakorlatilag az a látható jele, hogy ezekben a történelmi temetőkben egy egységes arcolatú térképet készítünk a temetők üzemeltetőjével együttműködésben, és elhelyezünk egy olyan speciális parcella követ, ugye a parcellák sarkán szokták a számokkal jelölni, hogy melyik parcellában járunk, de itt ez a parcella kő most a különleges temetőt jelöli, amelynek a tetején van egy QR kód, amit a mai digitális kor mobil eszközeivel könnyen be lehet olvasni, és a mi honlapunkon ennek a temetőnek az oldalára téved az olvasó, és rögtön találkozik is azzal, hogy kik nyugszanak itt. Jelentős személyiségek megtudhatnak az életútjukról sokat. Itt Kisvárdában Béres Józseffel kapcsolatban azt hiszem nagyon sok mindenkinek nem lehet újdonságot mondani, de sok helyen az országban szükség van arra, hogy elsősorban az ifjúságnak, de akár a felnőtt korosztálynak is meséljünk és mondjuk el, hogy kikre lehetnek büszkék. A világhírű kutatóról fia Béres József is megemlékezett. Édesapja életútja szerinte fontos üzeneteket hordoz a felnövekvő generációk számára. Neki volt egy sajátossága, hogy nem egy adminisztratív kutató volt, hanem a kutatásnak a logikája, annak a belső jellege sokszor elragadta. Ez is magyarázza azt, hogy egy agrárkutató hogy alkot meg egy humán készítményt. De ő képes volt a megfigyeléseit nem csak darabokban látni, hanem szintetizálni. Nagyon fontos a szintézis. Üzenetem lehet talán az is, hogy nem csak a diagnózissal kell a világnak foglalkozni, hogy megállapítsuk az, hogy baj van, vagy az okok baj, hanem a terápia, a megoldás is nagyon fontos. Tehát ha látunk valamit, hogy baj van, akkor a megoldásra kell törekednünk. Talán ez a egyik fő üzenete. A másik, hogy mindezeket a dolgokat nem magunk tesszük, hanem az embertársainkért, a szomszédunkért, a városunkért, az országunkért, az emberiségért, és ezt is ő jól tudta képviselni az élete során. A feltaláló 1920. február 7-én Záhonyban született, életének nagy részét azonban Kisvárdán töltötte. A város ezért minden évben megemlékezik a nemzetközi hírű kutatóról. Minden évben február 7-én a könyvtárfalán egy emléktábla, ott szokott lenni megemlékező műsor a születésnapján, koszorúzsáz, és utána egy kis irodalmi műsor szokott lenni még a könyvtárban, ez minden évben folyamatos. Igyekszünk minél több fiatalt bevonni, hogy megismerjük Béres József munkásságát. A Nemzeti Sírkert egy védettségi kategória, amelyet Magyarország kormánya 1999-ben hozott létre, azon az országhatáron belül található sírhelyek számára, amelyekben a nemzet leginkább megbecsült személyei nyugszanak. Béres József Széchenyi díjas kutató Kisvárdán található síremléke 2019 óta védett.